Az összeomlás szélén áll a belga menekültügyi rendszer. A szűkös kapacitás miatt sok menedékkérőt nem tudnak ellátni. Rengeteg kisgyermekes család is az utcán reked emiatt. A helyzeten önkéntesek próbálnak segíteni kevés sikerrel. Az elmúlt napokban egyre több 15 év körüli kiskorúval, illetve kisgyermekes családdal találkoztunk, akik nem találtak megoldást. Megpróbáljuk szükségszállásokon elhelyezni őket, de már nincs hely. Ezért egyre több család és kiskorú reked az utcán, és attól tartok, a következő napokban nem lesz megoldás számukra, mondta egy önkéntes, Helen Asselman. A befogadó helyek telítettsége miatt ez az afgán migráns 3 hónapja az utcán alszik, annak ellenére is, hogy már rég regisztrálta magát a belga hatóságoknál. Nem adnak nekünk szállást, nincs hol aludnunk. Emiatt gondjaink vannak a ruháinkkal és a dolgainkkal. Bárhová megyünk, azt mondják, hogy nincs hely. Éjjel és nappal is az utcán vagyunk, és nem tudjuk, mi lenne a megoldás a különféle problémákra. Nemzetközi szervezetek azt kérik a belga kormánytól, hogy lépjen közbe, és nyújtson szállást a menedékkérőknek. A hatóságok szerint az év végére a kérelmek száma elérheti a 100 000-et a 11 milliós országban. Az érkezők száma megnőtt az Ukrajnában zajló háború miatt, és sokan jönnek Afganisztánból, Szíriából is. A közelgő hideg miatt robbanás veszélyes lehet a helyzet. Segélyszervezetek a kormánytól várnak megoldást, a belga hatóságok viszont az Európai Uniótól szeretnének nagyobb szolidaritást, és azt, hogy felülvizsgálják a migrációs szabályokat, mondta az Euronews tudósítója, Valéry Gouriat.